Pál Zoltán szobrászművészt 70. születésnapja alkalmából köszöntötték, annak a füredi kiállításnak a megnyitóján, amit a Pécsi Bázis Szobrász Egyesület 18 tagjának a munkáiból rendeztek a Strahl Galériában. 2001-ben nekem volt egy olyan munkám Pécset, ha netán valaki arra jár, a Jókai tér, hogy az egész térre csinálhattam egy koncepciót, és szobrászatilag megoldhattam. Ez annyit jelent, hogy nekem ehhez egy műhelyt kellett, egy professzionális műhelyt létrehoznom, mert több tíz tonnányi követ kellett megvűvelni, szoborrá tenni, de a projekt befejeződött, és innét jönnek a sorskérdések, hogy egy szobrásznak a legnehezebb dolga az az, hogy olyan infrastruktúrát tudjon fenntartani, ahol a munkát el tudja végezni. És akkor úgy gondoltam, hogy tartsuk meg az egyesületet, keressük meg a városnak a lojalitását, hogyha ide 10 ember, 10 szobrász itt maradna, és megmaradhatna műhelyként, akkor mi ezt egyesületként tovább fogjuk használni, és innét jön az, hogy szellemileg utána animálni kell a történetet. Mi van Pécsben? Mi van a pécsi levegőben? Pécs abban tranzithely, hogy nagyon sok olyan cselekvés, olyan tett, olyan téri mozgás van, ami inkább szellemi, hogy követnek. Tehát nem lokálisan működik együtt a gondolat, hanem mondjuk akár egy kutatási szemlélettel. Pécs számára nem Budapest a referencia terület. Pécs számára én úgy gondolom, hogy a mai napig a tájékozódás, tehát a kontroll, ha valaki valamit professzionálisan csinál, a kontroll, és a kontroll nem azt jelenti, hogy az ember azt keresse meg a dolgában, hogy ez nagyon jó, hanem azt keresse meg a dolgában, hogy ez valamihez kapcsolható-e, valahol folytatható-e, valami integrálható-e, és a többi, sorolhatnám. Szerintem én ennek a városnak a levegője az maga egy magatartás. Pál Zoltán kortársa a szintén pécsi kötődésű, a kiállítást megnyitó Parti Nagy Lajos író-költő, aki 13 évig élt a városban, ebből 7 évig a Jelenkor Kulturális Művészeti Folyóirat egyik szerkesztője volt. Ez egy levegő, egy aura valaminek, amiben benne van a táj, benne van a mediterránságnak valami vízfénye, benne van a szintén nehezen definiálható pannonság, benne van a művészet, és hát természetesen benne van annak az időnek a minősége, vagy az az idő, amit ott töltöttem. Én ott lettem tulajdonképpen író ebben a közegben. Nem érzem magam radikálisan másképp ezek között, a munkák között, mint mondjuk 30 éve éreztem volna egy ilyen kiállításon. Ez egy kétélű dolog, ugye, mert azt is mondja, hogy hát ezek a munkák nem mások, dehogy nem mások. És a tradíció, amit betöltenek, az valószínű nem kis részben és mértékben a pécsiség, a pécsi szobrászat korábbi évtizedeinek a tradíciója is. A megnyitó alkalmával Beck Zoltán zenélt, akit leginkább a 30Y zenekarból ismerhetnek sokan. Azt azonban talán kevesebben tudják, hogy irodalmi művek szerzője is, illetve a Pécsi Egyetem romológia tanszékének egyetemi adjunktusa. Valószínűleg az a, talán így fogalmaznék, óvatos gazdasági deficit, ami a várost, a környékünket, Baranyát, az ormánságot, vagy nem is tudom, jellemzi. Valószínűleg abból időről időre, és talán történetileg tud Pécs erőt kovácsolni, mert valahogy ezt egyfajta ilyen kulturális, művészeti aktivitással ellensúlyozza. Az ilyen értelemben vett üres térben összeverődünk képzőművészek, filmesek, fotósok, zenészek, írók, és csinálunk valami lényegeset, ha elgondolom, hogy az ország legjobb irodalmi folyóirata Jelenkor és éppensége Pécset működik, ha elgondolom, hogy ott a Pécset mit jelent a pécsi műhely Lantostól, sőt korábbról indulva, már a Bauhaustól indulva, hogy mit jelent a fókuszcsoport, ami a fotósok nagy és erőteljes köre,
hogy mit jelent éppenséggel ebben a térben állva a pécsi szobrászok közös munkája és ereje. Hogyha elgondolom a popzenét, vagy underground zenét Pécset, akkor alapvetően azt látom, hogy létrejön valamilyen egymásra épülés, valami olyan dialógus, ami azt hiszem, hogy nem nagyon jellemez más városokat, szóval valószínűleg ez adja azt, amit Pécsnek nevezünk. Azon gondolkodott, hogy mi lett volna belőle, ha nem hátra indul el, hanem előre. Pécsiként, hál' Istennek, egy olyan városban élek, ahol a művészeti élet, a művészeti széna és a művészvilág az igen gazdag. Megmondom őszintén, 3 nappal ezelőtt, amikor itt álltam és a lábam előtt hevert 4 tonna kő, akkor még nem igazán tudtam, hogy ez hogy fog összeállni, de hál' Istennek volt segítségem, megoldottuk, összeállt. Tisztán szobrászati jellegű anyagot nem igazán szoktak bemutatni. Tehát ilyen szempontból ez egy egyedi dolog. Lassan 4. éve működünk itt, én ezt mindig hangsúlyozom, és mindig elmondom, hogy pécsiként, tehát őrzsgyökeres pécsiként a pécsiséget azt mindig is képviselni fogom. Körülbelül 1,5-2 havonta vannak ugye tematikus új kiállításaink, és habár a tér az ugye nagyon-nagyon barátunk, mivel ez egy csodálatos tér, és ezért nagyon hálásak vagyunk a városnak, viszont azért minőségi tartalommal ezt meg is kell tölteni, és ez nem egy egyszerű dolog. Galéristaként és műgyűjtőként is elmondhatom, hogy az elmúlt néhány évtizedben sajnos ez a művészeti szakág, ami egyébként az egyik legnemesebb is, hanem a legnemesebb művészeti szakág egyébként a szobrászat, abszolút a háttérbe helyeződött a táblaképek, illetve a festmények árnyékában. Viszont az utóbbi néhány évben azt érezzük, hogy ez változik. Majd elkezd, remélem, újra reneszánszát élni a szobrászat.